a Nyíregyházi Állatpark kaliforniai oroszlánfókái a nagy hűségben is láthatóan jókedvűen szórakoztatják a nagy érdeműt. Gino, Leon és Franz naponta többször is bemutatják tudásukat a park vendégeinek, és a Humboldt pingvinek is a nagy melegben előszeretettel lubickolnak, akár órákon át a számukra kialakított medencében. A Majom-szigeten a fehérkezű gibbon szülőpár pedig a forró déli órákban éppen duettet énekel, jelezve lakó és táplálkozási területük határait. A főemlősöket forróságban jeges csemegékkel kínálják gondozóik, míg az elefántokat naponta többször tömlőből locsolják meg. A kánikulában mindenkinek jól esik a frissítő zuhany, így van ezzel Jászmin, Motki és Tanya is. A hőség ellen a legnagyobb fegyverünk az árnyékot adó fa, hiszen a Nyíregyházi Állatpark egy 35 hektáros tölgyerdőben terül el. A park földünk élővilágát mutatja be, így Ázsia, Afrika és dél-amerikai lakóival is meg lehet ismerkedni, ám azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezek az állatok már Európa állatkertjeiben születtek. Így például a jegesmedvéknek, amely egyébként az északi sarkkör ikonikus állata, számukra sem jelent hatalmas tragédiát a hőség, de nyilván számukra még jobban kedveskedünk, például klimatizált barlanggal, feszített víztükrös medencével is, illetve jeges csemegével. A nagy hőségben a jegesmedvék szívesen úszkálnak és játszanak, hűsítő medencéjüket rendszeresen igénybe veszik. Az állatparkban több állatfajnál dagonyázó helyeket alakítottak ki, amelyek különösen a vastagbőrűek körében közkedveltek, mivel a sár védelmet nyújt a napsugarak és az élősködők ellen. A gondozók emellett naponta többször ellenőrzik az itatókat és az abban lévő víz mennyiségét. A park dolgozói külön figyelmet fordítanak az óceánárium akváriumainak vízhőmérsékleteire, egyes halfajták ugyanis érzékenyek a víz túlmelegedésére. Az állatok ekkor a melegben reggeltől délelőtt 11 óráig és délután 4 órától aktívabbak. Célszerű tehát ezt az időszakot kihasználni az állatpark meglátogatására. Yeah.